Az ADVRU lapnak adott román nyelvű videóinterjút Kelemen Hunor. A politikus az RMDSZ államfőjelöltjeként arról beszélt, talán ideje lenne, hogy a román szavazók megbízzanak egy magyar jelöltben is. Invitatul nostru de astăzi este domnul Kelemen Hunor. Változatos témákat érintettek abban a videóinterjúban, amelyet Kelemen Hunor az RMDSZ szövetségi elnöke adott a liberális hátterű ADVRU című bukaresti lapnak. A napi politikai történésekről szólva megerősítette, megszavazzák a bizalmatlansági indítványt, de úgy vélte, az ellenzék már is késésben van, és elveszítheti a kedvező pillanatot. Szerinte az ellenzékben nincs erős elhatározás a kormányzásra. Úgy vélte, azzal, hogy 2024-ben egyszerre lesz minden választás, hosszú távra lehet tervezni. Ami az elnökválasztásokat illeti, elmondta, az országnak volt már román és van német nemzetiségű elnöke, miért ne bízhatnának meg ezúttal egy magyarban? Az erre érkezett kérdése válaszolva a szövetségi elnök határozottan visszautasította azt a vádat, hogy az EP választásokon egy Dragnyával kötött egyesség miatt kapott az RMDSZ több szavazatot a Kárpátokon túli megyékben. Cei care fac astfel de acuzații vor să spună că românii nu trebuie să aibă încredere în politicienii maghiari, dar etnicii maghiari trebuie să aibă încredere în politicieni români. Am avut tot timpul voturi și din afara județelor unde noi suntem mai prezenți de fiecare dată. Acum am avut mai mult, fiindcă mobilizarea a fost mai mare. Dacă mobilizarea crește, și voturile pentru noi cresc. Am pus mai mulți observatori sau oameni în secțiile de votare decât de altă dată. Vom pune de data aceasta și vreau să punem peste tot. Nu am reușit să acoperim toată țara. Hozzátette, azt szeretné, ha ő és Teodor Paleológu, a Népi Mozgalom pártjának jelöltje jutna be a második fordulóba. Kelemen szerint nagyon érdekes és izgalmas két hét lenne, amiből sokat nyerhetne az ország, bárkit választanának meg a végén. Az eddig nyilvánosságot látott közvéleménykutatások azonban egyiküknek sem adnak esélyt, hogy a második fordulóba jussanak.